Egy hónap múlva. Ma utoljára vesztük le a kötést, és nem kerül rá másik. Végre megismerheti az új arcát. Láthatja, milyen jóképű fiú lett. Ennél a résznél óvatosan. Figyelek. Mindjárt megvagyunk. Lassan. Lassan csinálom. Ez az. Jó, már is kész. Nyugodtan nyissa ki a szemét. Még homályosan fog látni, de az normális. Emlékszik a nevére? Mondja meg! Emlékszik még, ugye? Az én nevem... Úgy hívnak, hogy... Nyugodtan! Gondolkodjon! Úgy hívnak. Szerette a barátait. Kiváltképp egy Eishan nevű lányt. Míg nem egy nap elárulták őt. És mindenétől megfosztották. A családjától. Az álmaitól. Az életétől. Thank you.
Ömer úgy halt meg, hogy szeretett téged, Eishan. A te neved volt az utolsó lélegzete. De az a férfi nincs többé. Most már én vagyok. Az én nevem Ezel. Ciklus 2009. Az én nevem Ezel, és azért jöttem, hogy bosszút álljak. Itt van keleti masszázs is. Ne kérjünk! Lemegyünk, kicsit ellazulunk, úgyis hosszú volt az út. Nem akarsz? Két éves, nőtlen. Általunk ismert rokona nincs. Született Isztambulban. Ezzel 4 évvel ezelőtt bukkant fel. Korábban senki nem hallotta a nevét. Monte Carlo, Vegas, Buenos Aires. Legalább 20 nagy játékban ismert a neve. Sokat nyer, sokat veszít. Pontosabban hol hatalmas összeget szór szét, hol pedig a legjobbakat veri meg. Valahogy megfogható? Nehezen. Priusza nincs. Egyetlen kaszinóból sincs kitiltva vagy nyilvántartásba véve. Szinte fedhetetlen. Ez nem jó hír. Nem jó, testvérem. Hol eltűnik, hol felbukkan. Nagyban játszik. Aztán megint eltűnik. Nem lehet tudni, honnan van a vagyona. Igazából senki nem tud róla semmit. Biztonságiaknál van egy barátunk. Mond, hogy a fogósali kéri, ha tud valamit erről az ezerről, mielőbb közölje velem. Jó, de egészen pontosan mire kíváncsi, uram? Mindenre! Ha ezek nagyban játszanak, Tempo, szállodákat képesek felfuttatni vagy tönkretenni. A kezükön dollármilliók mennek keresztül. Inkább itt kössenek ki, mint máshol, nem? Érted? Augusztus. Ali kezében híres fogójával. 2006. május.
Zsengiz berúgott. Véres rablás a kaszinóban, filmekbe illő rablás, egy biztonsági őr meghalt. Az év legsikeresebb turizmus szakos hallgatója. Vagy ezzel? Ezzel? Sebb nem hoznál fájdalomcsillapítót a recepcióról? Persze, szólok, hogy hozzanak. Nem tudnál inkább te hozni? Jól van. Ha úgy jobb, hozok én. Mindenemet elvették. A családomat. A barátaimat. Mindent elvett tőlem. És én még mindig... Mit akarsz tőlem, Istenem? Miért büntetsz engem, mondd? Itt már nem lehet hibázni. Semmiképp. Nem tudom elfelejteni, Camille. Képtelen vagyok.
Ömer aznap bevonult a börtönbe, és soha többé nem jött ki. A gyilkosai pedig ez idő alatt megteremtették a maguk kényelmes kis életét. Ám egy valamivel nem számoltak. Azzal, hogy a bosszú erősebb, mint a halál. Ciprus 2009. Az én nevem Ezel, és a történetem ott kezdődik, ahol Ömer története véget ért. Jó, ennyi volt. Nem tehetünk mást. Elkezdjük nélküle. Csak hát így kénytelen vagyok az önök pénzét elnyerni. Kérek egy szerencsepuszit. Ugye nem akarták nélkülem elkezdeni? Isten hozta! Dzsengiz Atáj, a szálloda tulajdonosa. Ő pedig Ali Kirgiz, a játékterem biztonsági igazgatója. Hogy van, uram? Majd a parti végén elmondom. Ali úr mellett garantált a biztonság. A hölgy a feleségem. Eisa. Én mellette vagyok biztonságban. Ezzel Bajraktár. Örvendek. Az asszisztensem. Isten hozta. Tessék. Jó estét, uraim. Bocsássunk. Mi nem ismerjük egymást.